A téli évszak időjárási viszontagságai megviselték városunk útjait. A tavasz beköszöntével megkezdődhettek azok az útjavítási és karbantartási munkálatok, amelyek segítségével településünk több pontján számos útfelület kerül az elkövetkezendő időszakban kijavításra. Ahogy a Nagy Nélánszló Erzsébet, a hármas számú egyéni választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, a körzetéhez tartozó Dózsa György utca egyik oldala, az északi városrész egészen a Kuten utcáig, valamint a tilalmasi részen is elvégzik a szükséges útjavításokat. Ehhez a körzethez tartozik, ugye a Dózsa György utca egyik oldala, illetve az északi városrész is egészen le a Kuten utcáig, és a tilalmasi rész is ehhez tartozik, ehhez a körzethez. Hát a téli időszak és ez igen erős esőzés megviselte az utakat, és hát korábban is voltak kisebb kátyuk, amiknek ugye kimélyedtek, és nagyon örülök, hogy Karcagváros önkormányzata 2021-ben is elkülönítette erre a költségvetésében pénzt, és biztosított fedezetet az önkormányzati keretből is, hogy megkezdődjenek ezek az aszfaltozási munkák, alig, hogy kisütött a nap, elég hosszú telünk volt, úgy gondolom, hogy pont időszerű volt, és nagyon jó időben kezdtek hozzá az aszfaltozáshoz. Itt a fiatalok dolgoznak a körzetemben, most a Zádor utcán haladnak végig, és haladnak végig a többi utcákon is, ahol a kátyú bosszantja a gépjármű vezetőket. Most már ugye az e héttől, illetve múlt héttől a fűnyírási igények is érkeznek folyamatosan. Azoknak is eleget tesz a városgondnokság kollégái. Ugyanakkor elég sokat járok a körzetemben, mert a munkahelyem és a lakásom között mindig ezen a körzeten keresztül kell menni. Tehát én magam is tapasztalom, hogy melyik utcákban vannak nagyobb, kisebb, nagyobb kátyúk, és mit kell javítani.